Hát egy ilyen állókövet, amit eddig csak olyat, ami megjelöli a bossnak a lelőhelyét. Szia, Immortál! Neked van szí, nekem nincs az se, nehogy könnyű legyen. Itt van egy barlang, a barlangban bent lehet a info, mert itt írta, azt is valaki bent lehet. Én a neten annyit néztem, azt mondták, hogy kőépületek környékén, de én bemegyek a barlangba inkább. Mert hát, ha... Manuál mentést. Hát de ennyi a szév. Várjál. De melyik? Lackovics, hello, hello. Barlangban mutatta, hol a boss, igen? Hát akkor figyelj, akkor bejárom ezt a barlangot. Az egy másik szerver, az nem ez. Az egy üres. Hát figyelj, hard mód. Én egy gyártótól úgy kapom a játékokat, hogy a világ legnehezebb szintje mindenre is, úgyhogy ez azért ilyen. Na hát akkor... Hát ez a be nem teszem a lábom, nem vagyok én hülye. Mi a szó? Itt alszanak a népek. Jó van. Az obszidián nyilvessző, de jó tudsz. Főleg, hogyha eltalálok vele valamit. Aj, Istenem, bazeg.
Erről van szó. Bőrhulladék. Na gyerünk! Azokhoz nem megyek be, mert felesleges. De most nem már. Nem hiszem el ezeket a denevéreket, hallod? Úgy. Végtelenítve vannak amúgy? Várjál már, hát és oda hogy menjek le? Ja, szörme, de olyanom már van. Oké. Okay. Na, ott van a rohadjon meg, megvan, szerintem ez az. Megtaláltam. Mehetünk is akkor. Megtaláltam! Igazából itt nagyon nem is kell körülnéznem szerintem, mert... Ami kellett, az így most megvan. Cselesek. Itt le lehet esni. És az elég mélyre visz. Mi ez a... Mik ezek a helyek? Ez a... Ez mire jó az ezüstnyaklánc? Érdemes azt is... Az is eladható item? Ez csak ilyen kristálylelőhely, mi? A kristálylelő, jó, mehetünk. Szerencsére megvan a hely, úgyhogy igazából
Én azt mondom nektek, hogy felkészülünk a bossra. Azt a mai adásban szerintem az már nem fog benne lenni, de a következőben már meggyaluljuk, mert én azt mondom, hogy még egy-két izét ezüstöt be kéne olvasszak. Visszamegyek a hajóra, go vissza a bázisra. És akkor így jók is vagyunk. Annyira nincs messze tőlem egyébként a boss. Hogyha számításba veszük azt, hogy az egész be van borítva olyan szigetekkel, ahhoz képest nincs olyan messze. Az egyik boss se volt úgy messze. Na és most legalább látok is valamit. Arra kell mennünk kifele a part irányába. Nagyszerű. Na, ezt a rugalmasságot már szeretem. Ahhoz a bosshoz is majd csinálok egy ilyen portát. Hogy állunk? Ez milyen fajt erdei fenyő? Hát párat kicsapkodok. Hát kicsapkodok, mert ugye szenet akarok majd csinálni belőle. Szuper. Hogy állunk? 78, sima fa. Jó, hát nyugodtan öljetek meg egyébként, nem probléma. Jó szokástok, híven mindenki most jön ide. Az egész rohadt állatkert. Mert mikor? Úgy. Na. Itt a következő bohóc. Na nézzük, megyek tovább erre kifele. Mi van ezekkel, te? Nincs hely a húsnak, az baj. Várjál már.
Ja, nem a húsnak nincs hely. Beteltem. Az értéket nem hagyom el, mit haló. Az ilyen húst, meg ilyeneket, hát nem vagyok hülye. A hús a legértékesebb dolog a játékban. Hát 122 fa, ebből kijön egy mit tudom én, egy fordulónyi szén. Bocs, nem kettő. Ah, jó van, azokat hagyom érvényesülni. Oké, itt a hajóm lent. A sárkány erős? Hát biztos vagyok benne, mert boss igazából, meg már tier 4-es. Úgyhogy... meg ugye itt megint csak az van, hogy azon a helyen, ahol leszek, biztos vagyok benne, hogy majd folyamatosan spawnol kör mindenféle lény, csak hogy egyszerűbb legyen. Ugye ezért fogok oda építeni egy ilyen kis, valami kis házat, meg portált bele aztán. Ha meg is halok, felkelek, azt folytatom a harcot, vagy valami hasonló. Annyi, hogy most azt fogom csinálni. Rakok le egy ládát az ottani outpostra, elfelezem a kajámat, azt, amit használni fogok, és akkor oda lerakom egy részét, hogyha meghalok, akkor legyen. Még felkapkodom a cuccaimat, ugye? Hát a köpés, ezt... ja, mindenre figyelek. Általában. Először úgyis látnom kell a boss-t, szóval... Elindulhatnánk amúgy? Örülnék neki. Nem hiszem el komolyan, hát ez... És a víz alól dobálja azért, érted? A követ. Három bohóc. Szia Ákos. Na, jó, végre. Hát ezek nagyon egyébként, igen. Kicsit visszavehetnének ebből a spawnból, mert szerintem ugye ez miatt sok. Nagyon amikor mondjuk fát akarok vágni, mert kell 500 fa ahhoz, hogy szenet égessek, meg építsem tovább mondjuk az erődöt. És amikor két fa közönként jönnek 8-an, az tényleg idegesítő. Oké, na go! Ide kell nekünk visszamennie. Most ezt nem tudom, hogy itt a szigetek között van átjárási lehetőség. Ugye megnézzük. Mert jó lenne így lerövidíteni az utat csak így erre. Moder. Mr. Moder. Mennyi szenem maradt? 15, hát ez nem túl a célos. Ez baj.
Összességében szerintem egy nagyon össze... A játék az összetett nagyon igen. Annyi, amit pont én ecseteltem a múltkor, hogy ezeket a biomokat megcsinálnám úgy, hogy felépítve, szóval nem randomizálni, mert igazából felesleges randomizálni, mert vagyis hát nem is azt mondom, lehet randomizálni, csak akkor ugye azt mondom, hogy úgy kéne beállítani, hogy a biomok azok ne legyenek ennyire összekeverve, hanem kicsit olyan fixáltabbra kellene csinálni. Mert van olyan sziget, hogy van benne egy ekkorka résznyi fás terület, meg egy még kisebb résznyi ilyen havas, és az úgy tök felesleges. Ezek azok nagyon jók, a tírek. Ez, hogy bosszoknál, hogy mész fel a tírekbe, ez a fejlődési szisztéma az jó. Az meg, hogy most ugye a farmolás az meg olyan, hogy mindenki beállítja magának modokkal, ahogy akarja. Igazából én azzal úgy vagyok, hogy az most mindegy, hogy milyen. Mert szerintem az emberek többsége az belemodol úgyis a játékba. Aki meg nem modol bele, azok meg mit tudom én, négyen játszák, vagy többen, vagy nem tudom. Oké. Na mindjárt megérkezünk, szerencsére itt át tudtam vágni. Gondolom, ezt elhiszem. Beszéltetek erről a vízi szörnyről, hogy az lesz majd a következő biom, mivel így mondtátok, hogy meg is néztem YouTube-on, mert igazából már mindegy volt. Miután mondtátok, ránéztem, aztán azt nem tudom, hogy lesz majd egyedül, mert elvileg azt csákjázni kell, vagy mi? Legalábbis én úgy láttam. Mindenesetre az biztos, hogy hajóval ki kell csalnom majd a part mellé, vagy nem tudom még, az majd érdekes egy mulatság lesz. Egy zátony. És az őzek ott legelésznek, azon az egy szigeten a... Komoly. Rank 1-es hajó? Várjál, az melyik? A tutaj, vagy az melyik a rank 1-es? Mert ugye van a tutaj, van a kis hajó, meg van ez a nagy. A legelső, a tutaj. Az fasza! Biztos kellemes lehetett. Betolatok, várjatok.
Hát végülis így is jó. Na, felkészülünk, azt megyünk. Gyorsan lepattintom a cuccokat. Fejlesztés, farkas bőrköpeny, sima. Maxos. Ahol el vannak a sárkányok ott kint, igazából engem nem zavarnak. Na nézzük csak, fejlesztés. A sárkány ellen a mész vagy a karda jobb? Melyik? Farkas páncél fog. Ennyi bőr kell, nem mondod. Nincs elég bőröm, srácok, mi van itt? Négy, hat. Pofátlanság, ne továbbja. Jó napot kívánok. Legyen akkor ez 6 ér. Oké, ez maxos, és akkor ebbe kéne még 6 darab bőr. Hat darab bőrt még elmenjek le. Á, annyira nem fontos szerintem. Mi volt ez a hang? Na nézzük csak, azt mondja, hogy van nálam obszidián, azt mindjárt csinálok még nyilvesszőt belőle. Janta. Van nálam Della. Hogy kerül ide a malac? Átúszik, vagy mi? Tököm ki van veled, haver. Répomag nem fér be. Az baj. Így már befér. Jó, ezt gyorsan el is ültetem. Azt mondja, kell még nekem répa.
Na kérem. Azt mondja, gyors, lerakom azt, ami nem kell. Bomba. Van még nálam ilyen is, van nálam ilyen is. Vannak ezek a fogak. Ezeket a nyakláncos dolgokat én szerintem berakom ide, mert ezt tudja, hogy ide kell. Van nálam ilyen. Uha, 2500 kövem van, az durva. Kicsit sok. Volt itt nálam hagyma. Ezt kirakjuk. Van itt még vetőmag is valahol. Húf, trófea. Ez nem kell. Csinálok még nyilvesszőket. Ja, megnézem, mi kell hozzá. Obszidián nyilvesszőt akarok látni. Itt is van. Toll. Toll meg mocskos sok fa. Jó, ennyi most biztos, hogy elég lesz. Tollat kirakjuk, kirakom ezt a követ is. Obszidián az most már nem fog kelleni, azt kirakjuk. Van egy csomó nyers hús. Csak hogy a HP poti biztos elég legyen, azt mondja, mi van még itt? Hagymaleves? Az egy azért nekünk, ugye? Csinálok hagymalevest hama. Legyen plusz egy ugye a stamina miatt, és akkor kell... Szarvasragú. Csinálok szarvasragút, meg sütök izét. Az így jó is. Darált marhahús, ez nem hagymaleves, az meg volt kolbász. Ja, kolbász, aha, csinálunk egy kolbász, azt mondja, kell bélnek bugáncs, ez 4 darab. Meg csinálok, akkor kell áfonya. És így jók is vagyunk. Hú, azért mit rakott felsülni? Hát persze, hogy nem azt, ami kell. Gárai, nem lehet egyébként kiválasztani a izét, hogy mit rakjál fel sütni, hanem ugye növekvő sorrendben rakja fel a cuccokat. Most például, na mindegy. Értek, hogy mondom. Jó, igazából van minden, ami kell, úgyhogy 45-15 45-15 Mi a különbség? 20 perc, ez meg 25 perc. 3 HP per tick, ez is jó. Ugyanazt éri egyébként kb, csak kevesebb ideig tart, úgyhogy nem is csinálok akkor ilyet felesleges. Nagyon jó. Na, meg vagyunk kajával.
Jó, és beüzemelem ezt. Az 30 ezüst lesz nekünk. Még a pajzsot azt lehet, hogy... És azt nem tudom, a pajzs az fel van maxolva. A pajzs az fontos. A pajzs az egyik legfontosabb tényező a játékba. Fel van maxolva, jó? Jó, igazából akkor ennyi. Max azt mondom, hogy a kard meg a izé. Lehet, hogy a kardot fogom felmaxolni. És akkor karddal harcolok ellene. Kipattintom innen. Harmincöt fa. Lehet, hogy gyors elmegyek meg. Bár már nem kell, megcsinálom a... Megcsinálom ezt a izét, mindjárt az jó lesz. Ezt az ilyet azt még meg lehet csinálni, de most nem variálok egyelőre vele. Amíg készül az ezüst, addig gyorsan még hozok egy kis fát, sima alapfát. Fák azok nem tudnak újra nőni, ugye? Ezük csak 10 fa. Na ez mennyi? 73. Szóval 5-e annyi elég lesz. Oké, 75. Az pont egy adag szén. Oké, viszont egy gyors bedobom a fát a kemencébe, összedem a ezüstöt, berakok még egy adagot, abból is. Alszunk egyet, pont kész lesz, felupgrade-elem a kardot, aztán utcu neki. Gyorsan felmegyek még a izéhez, a serkenyhoz, ezt megnézem.
Nagyszerű. Na kérem. Ez mit csinál már megint itt? A Vatmalac elkezdett bent szaladgálni a birtokomon. Mafla. Jó, egyébként úgy teljes mértékben kész vagyunk. Na mindegy, oké, okay. Gyors megnézem, hogy 68, ez jó, az gyors meccsem, az alvás. És akkor ez kell nekem, azt mondtuk, hogy a kardot fogom inkább upgrade-elni. Ja, itt van lenn. 3 fa, 3 bőrhulladék, meg 9 vas. 3 fa, 3 bőrhulladék. Ja, 9 darab vas. Meg kell 3 darab bőrhulladék. Oké, kész is. Apciboy, szia! Na kérem. Ezüst kardnak a fejlesztése. Max minőségű. Oké, fasza. Na, elértük ezt is. Úgyhogy más már tényleg nem fog kelleni. Dobok egy szunyát. De... nem. Miért tudnak bejönni a birtokomon belülre ezek a nyomorúttak? Nézd meg ezt a szerencsétlen balacot, is itt rohangászik, és nem lehet elkapni. Állj már meg! Hihetetlen. Azaz, Arjen Wolf, ja, pontosan. Szégyeljék magukat. Nem engedtem ennek, hogy itt tartózkodjanak. By the way. Na, a lényeg az, hogy mehetünk amúgy. Gyorsan annyi, hogy ezt még megtömöm szénnel, hogy még égjen tovább az ezüst. Mert ezt a kalapácsot azt még felfejlesztem majd. De egyébként mindenünk is megvan elvileg. Hát annyi, hogy egy darab páncélom nem lett felupgrade-elve a lábas, de minden más maximum van. De ebből is max plusz 2 armort nyernék, ha minden igaz. Úgyhogy annyira az már nem oszt, nem szoroz. Van nálunk kaja. Meg úgy minden, lepakolom a felesleget, annyi, hogy bepakolok magamhoz annyi cuccot, hogy portált tudjak csinálni esetleg. 20 remek fa, 10 szem, 2 mag. Jó, majd remek fát, ezt vágok. 2 darab szem. Ugye izé, ilyen vacak. 10 darab szem.
Oké. Többi az úgy készen van szerintem. Megint itt cseszi a reset egy malac bent, érted? Szerintem bespónolnak bentre, de hát ez... Azzal nem lehet mit kezdeni, hadd spónoljon. Ha neki így jó, akkor miért ne? Na, utcu, menjünk. Csak az a baj, szétverik a berendezést, érted? De nem tudok velük mit kezdeni. Oké. Na kérem. Elindulok, azt meglátjuk. Valaki is ezt mondta, nem? Jó. Jó kezdés. Menj! És akkor oda fel a modderhez. Modder. Móder. Na kérem, hát akkor nézzük meg, hogy mit tud. A tojásokat nem hoztam, nem baj, portált úgyis csinálok. Úgyis úgyis kell. Gabon, szia, szia, kösz szépen a csírt. De vagy pont olyan irány van itt, ebbe a kanyarba, ugye nincs szél. Nagyon a part mellett kell menjek, csak ezzel meg egy gond. Az, hogy megakad a hajó, nyilván.
Nézzük. Oké. Irányba vagyunk. Most a Valheimhez, ha jól tudom, majd ezután fog érkezni plusz kettő ilyen biom, ugye? Egyszer. Ment két ilyen boss, vagy mi az össz. Na most, hogyha megölöm ezt a negyediket, akkor van most ebben még kettő. És akkor még most készül kettő. Na itt a probléma. Hogy itt hogy megyek át? Remélem, itt át tudok menni majd. Hát futás, nem jó. Nem jó, mert messze van. Itt még biztos, hogy van óceán. Csak itt meg pont nincs szél. Nagyon jó. Ki kell leveznem oda arra nyílt vízre. Még itt szétszedem, összerakom, fát kéne vágni, hogy asztalt csináljak. Igazából addig kijevezek ide a nyílt vízre, azt majd mindjárt tovább. De egyébként nem rossz gondolat az se. Csak nem vagyok előrébb szerintem időbe. Hogyha nincs csak oda, ez evezés olyan lassú amúgy. Na végre, fordult a szél. Na így most már jó. Passa. És akkor itt egy balos. Na most hát szél van. Szia harcos, jó reggelt! Ja, most leszek, igen, hétfőn megyek dolgozni, úgyhogy leszek, minden oké. Most ilyen új izért próbálok. Több játékot streamelek, két órás váltásokkal, aztán azt próbálom ki, hogy milyen. Majd most fogunk mindjárt váltani, pont odaérek, megépítem a barakkot, aztán... Aztán Darkest Dungeon kettőzünk egyet. Veled mi újság van, te hogy vagy? Dolgozol? Csak a munka, aha. Hát figyelj! De hogyha megfizettek rendesen, akkor igazából nincsen baj. Legalábbis remélem.
Egészséged legyen, ne legyél beteg, aztán többi nem számít. Na, jó van, örülök neki, helyes, helyes, király. Hogyha az ember már sokat dolgozik, akkor legalább a pénz is legyen jó. Na, mindjárt itt vagyunk a Modernél. Szia, Hermon! Na nézzük. Per méter. Vigyed már mennyi malac. Azt a rohadt, ide ki... Lehet, hogy ide érdemes lenne ilyen disznóolat csinálni, nem srácok? Majd offline meglátogassuk. Azt lehet, hogy fogom beosztani majd ezeket a két órás gameplayeket a Valheimre is, hogy lesz majd olyan, amikor azt mondom, hogy akkor menjünk most disznó alatt csinálni, mert disznó szelidíteni, és akkor lesz majd külön egy olyan. Itt is van egy mocsaros biom. Aha, ott már látom a hegyet, a... Elvileg oda megyünk valahova. Ó, az jó nagy hegy. Azt mondom, hogy itt kikötünk, aztán innen már gyalog. Az első jó poén. Hát meg gondolom malachús, az minden kaja az ilyen alap lesz majd. Vagy hát gyanítom. Na, mivel megtaláltuk. Ide mindjárt csinálok egy outpostot valahova.
aztán akkor ezt, sőt, nem is, az outpostot már legközelebb csináljuk, meg itt fog kilogolni mindjárt. Azt megyünk Darkest Dungeon 2-zni. Legközelebb meg akkor leverjük a boss-t, aztán a következő biomot fogom elkezdeni. Itt lesz a havasnak a széle. Ide fogjuk megépíteni majd a kis barakkunkat szerintem.